Sziasztok, itt Szindekő Headquarters, és aminek nagyon örülök, hogy nincsen a tímébe Starmi. Kerni megfigyeli a csatánkat, hál' Istennek. Szóval, akkor az ellenfelem tímje, Charizard, és az is nagyon jó, hogy nincsen benne a Mega Sceptile, mert akkor valami jó kis Scarfossal tudunk készülni ellene a következő csatába. Gyakorlatilag mindenki lassabb akkor, mint meg a Beedrill. Szóval van egy Charizard, egy Trevenant, egy Grumble, amit láttam, Virizion, Drapion, körülbelül valami ilyesmi teamre. Szemültettem a Palitoadra, nem? És kérdés is, hogy kivel kezd. Ugye azt mondtam, hogy ha lenne Sticky Webbesnek, nem értem, miért nem Shiny a Beedrill, tehát én az őt Shiny-ra csináltam meg. Shiny is, itt látjátok Shiny, szóval nem értem, na mindegy. Kivel kezdhet, jó kezdés lenne neki Trevenant. Ugyanakkor gyakorlatilag fizikai támadója majdnem elhozta az összeset is. Ez a Virizion-t én speciálisnak gondolnám, de ha ő is fizikai, akkor nagyon nagy hibát vétett, mert Arcanine szét fogja cincálni sajnálatos módon. Gyakorlatilag Charizardtól félek, mint kezdés, minden másra ott lenne Szerloras, és kinyúvasztaná. Defogger-e Charizardon kívül nincs. Ami tök jó! Nem tudja eltüntetni a spike-okat se, szóval Nelson Admiral is egy szép kezdés nekem. És Drapionnál kezdett, aminek nem örülök, de nemes Labradort 100%-osan be tudom ráhozni. Ó, és Tauntot, ez ügyes, gyakorlatilag csak trappelni tudnám, bármi bejön. És trappeltem is, és ez egy jó lassú, bezony, ez egy jó lassú Drapion. Tovább folytatom a treppelését, ami tehát menekülni nem tud, a Nekov most nagyon durván bőtött, sajnálatos módon elvesztettem a Raki helmetemet, de még mindig treppelve van ez a Drapion, és Willow Whisper, gyakorlatilag Drapiont kinulláztam, és Zeus nem is tudja. Gyakorlatilag setupolhatok, nézzük egy agility setupot. Tauntot, ez az! És akkor innentől kezdve gyakorlatilag Thunderbolt-tal kinyírom a Drapiont. Ugye nem lehet nálunk senki se gyorsabb, aki Scarfos, szóval csak fókusz szessel élheti túl, ugye erre nem volt sok esélye. Nagyon szerencsétlen volt neki, hogy pont Thunderous jött ki, most a Drapiont gyakorlatilag kinulláztuk azzal, hogy becseréltük rá Arcanine-t. Nem tudom, mihez kezd Drapion, a Virizion-t, a Hidden Power Flying az elintézi, Sludge Bomb a Trevenant-ot is, Sludge Bomb a Grumble-t is, és Thunderbolt Palitoadot, tehát gyakorlatilag mindegyikre van szuper effektív mozdulatunk, majdnem 200-as speciális támadás, legnagyobb specivédelme talán annak a Palitoadnak van, amire még stab bónuszt is kapunk. Most ki kell találnia, hogy mit csináljon ez ellen a setupolt Zeus ellen, mert Scarfost nagyon nem tud alkalmazni. Nincs gyorsabb Pokémon nála most jelenleg. És szuper effektív mozdulatot sem nagyon látok az ellenfelem tímjébe. Hát bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem ez egy 6-0. Addig, amíg gondolkodik, még azt akarnám megnézni, hogy a Trevenant ellen, hogyha Thunderous, tehát nekünk itt van Zeus, és egy Trevenant ellen,
hogyha mondjuk jó, max HP, max speciális védelem és 50-es szint, az ellen, hát őt nem nyírná ki. Trevenant az egyetlen egy jó, akit így tudna behozni, őt is fogja behozni, nem. Grumbult hozta be, na most Grumbulra is azért meg kell nézzem. Grumbul, nézzünk egy defensív szettet Grumbullon, ami gyakorlatilag a Sludge Bomb nem biztos, hogy megöli, de minimum 83%-ot visz egy ilyen fizikai védős szetten. Nézzük, hogyha a spec támadása max, mert azért ilyen is lehet. Viszont maxos spec támadás. Spec védelem, bocsánat, akkor is biztos two hit KO. Szóval Sludge Bomb. És Sludge Bombra nem tud semmit se becserélni, mert majdnem minden szuper effektíven üt. A fizikai védő akkor is túléli, biztosan, de akkor van esélye arra, hogy egy poison után esetleg meghal, plusz nem nagyon tud mivel. Harcolni ellenem, ez még nem is fizikai védős volt. Oké. Palitódra Thunderbolt ki kell csinálnia, ha csak nincsen mondjuk valami Vakanberie és egy Ice Beam-mel készült, az még megfirkálhatja itten a dolgokat. Ja, egy Vakanberie Ice Beam azt talán kinyírna, nézzük. Azt mondom, hogy Politód. Egy ilyen blank setet rakok be, olyat, hogy max HP, max speciális támadás, modest, igen, modest, a többi az igazából teljesen mindegy, de kapja a spec védelemre, és rakjunk be neki egy Vakanberit. Oké, Vakanberi, és akkor azt mondja, hogy a Thunderbolt, ja, és 50-es szintű legyen. Oké, okay, a Thunderbolt 50%-ot vinne maximum, de 42,1-ét, és hogyha neki van egy Ice Beam-je, akkor az sem nyírná ki Thunderous-t, tehát pont emiatt, hogy van kis spec defense-e, plusz 8 HP-ja. Hogyha ez nem lenne, akkor kicsit többet vinne az Ice Beam, és akkor csak lefagyasztani tud, de látjuk, hogy ki is nyírtam. Ki is nyírtam, mint a húzat. Palitódat kinyírtam, akkor ő is Thunderous. Most biztosra akarok menni, egy ilyen Coal Mind-os Virizion-t ki tudnék nyírni. Blank set. 50-es szintű, legyen az, hogy max HP, max spec defense, ugye erre számolok ki mindent. Ja. Nyilván legyen valami gentle nature mondjuk, az jó. És erre HP flying, úristenem, sima two hit KO, ezt nézzétek. 68,6-ot visz minimum, de valószínűleg ez a HP flying valószínűleg megöli. Ha kicsit offenzívebb ez a Virizion, akkor valószínűleg megöli, mert ha olyan a set, hogy túléli, akkor meg minket nem tud egy csapással kiütni. Ez mindenféleképpen biztos. Ott is van Hidden Power flyingot, megpusztítom, és akkor ez egy 6-0-ás Thunderous sweep lesz. Trevenant azt túl tud élni. Choki robotnak nagy szerencsétlensége volt az, hogy a Whirlwind után Zeus jött be, minden mással körülbelül jobban járt volna. De hát ez van. Tehát azért szerencsés kell a Pokémonhoz. Sludge Bomb többet visz. Ezt persze sikerült túlélnie. Destiny Bondolt, ami
arra volt jó neki, azért ne feledjük el, arra volt jó neki ez a Destiny Bond. Thunderous most 6 Pokémon nyírt ki. Ez a Destiny Bond arra volt jó, hogy 5-0-ás győzelmet tudtunk aratni, mert Trevenant ez hamarabb kellett volna, elintézte hál' Istennek. Mármint az ő szempontjából hál' Istennek elintézte Thunderous-t. Ez azt jelenti, hogy egy 5-0-ás győzelemmel megyünk a második fordulóra. Tehát körülbelül velünk föltöltjük. Körülbelül ez azt jelenti, hogy két Pokémonját kell legyőznünk a következő fordulóba, és akkor tovább is jutottunk, és a következő forduló beli tímjét is biztosra tudjuk. Méghozzá Tapu Fini, Electivire, meg a Sceptile, Starmie, Masquerain és Hariyama. Ez lesz a következő forduló beli tímje. Ami az képest, hogy nekünk mi maradt meg, így nagyon adom, mert megmarad a két Tapu párharca, az mindenféleképpen érdekes lesz, és remélem be fogunk jutni a döntőbe. Addig is Cyndaquil és az erő legyen veletek, sziasztok!